Elindultak a nyeretlen két évesek, összesen 11-en vannak már hibázó lovak. Frankó most sem jön el hiba nélkül, és hát ott a mezőn közepén ez egy kicsit megzavar egy-két ellenfelet. Zaire Elvét is úgy látom, hogy nem sikerül körbehajtani, Flinga Vét is borzalmasan gyengén kezd. Aki viszont elmehet vezetni, az egyrészt First Lady K.E., másrészt pedig a legutóbb már mutatkozó Phantom K.E., Felajati Boko és Fliga of két reményteljes újonci, jelenleg a harmadik és a negyedik, és a háttérből már megjelenik a fogadók egyik kedvence, Fendi, Juhász Balázssal. Ő hamarabb van talpon, hamarabb tud kibontakozni, mint Fatigué de Jötem, aki azonban szintén szép lassan most már megkezdi a csatlakozást. Átalakul rövidesen vélhetően az élmezőny, hiszen gyorsít, segálja Frejaté Boko, egy körrel a végőt átveszi most már a vezetést, a nyomában azonban kívülről megjelenik most már Fendi. Megjelent tehát a favorite pillanatban a második, harmadik pozícióban látszik versenyezni, viszont Frejaté Boko vezet. Elugrotta magát egyébként First Lady K.E., tehát ő is lehet, hogy kiszáll majd a versenyből. Minden esetre a vezető kettősünk nagyon-nagyon megszaladt, és hát aztán utána ügetnek a többiek, ott kívül Fliegauffot láthatjuk jó helyzetben, ahogy próbál meg egyre feljebb ügetni, most már ővé egyébként tisztán a harmadik hely, aztán ott a nyomába jönnek föl többen is, például Fatigué de Jötem is megjelenni látszik az üldözők között, ami viszont az elejét mutatja, az az, hogy Frejaté Boko vezet. Frejaté Bokót e pillanatban kezdi el meg támadni Fendi. Fendi fölérkezett mellé, és most már ők ott fej-fej mellett ügetve csatáznak az elsőségért, miközben többen is belelendülni látszanak. Ott van például Fanny Branko Skenderovic-sal, ő is megpróbált jönni, miközben ugye elugrotta magát Frejaté Boko. És már csak 300 méter van hátra, Fendi egy abszolút üldöző nélkül marad, legalább 20-25 méter az előnye. Kérdés, hogy Frejaté Boko versenyben marad-e, mert ha igen, akkor ott lehet a dobogó, majd Fatigué de Jötem, mert egyetemben ők ügetnek a második és a harmadik helyen, negyedik Fliga, a ötödik pedig egyelőre Fanny. Hát az utolsó 100 méter ezére Fendi győzelme abszolút nem forog veszélyben, kétszer már futott, mind a kétszer ott volt a dobogón, harmadszor is ott lesz ez a verseny, most az róla szól. Fendi tehát Juhász Balázssal kirép a nyeretlenek közül, megnyeri ezt a futamot, mögötte Fatigué de Jötem lesz majd a második, hogyha bemarad, akkor Frejaté Bokóé lehet majd a bronzérem, mögött érkezik Fliegauff, illetve a végén Fene gyerek jön majd fel a jelzettek mögé.